Székesthely klímastratégiája azt fogalmazza meg, hogy mely területeknek szán a jövőben kiemelt szerepet a város. Ilyen például a közintézmények és lakóépületek energetikai korszerűsítése, megújuló energiafelhasználással kiegészítve. Prioritást élvez a közösségi közlekedés javítása, melyel csökkenthető lenne az üvegházhatású gázok kibocsátása. Hasonló célt szolgál a kerékpáros és gyalogos barátfejlesztések előtérbe helyezése, vagy akár a biogáz termelő kapacitás bővítése. A dokumentumban szerepel még például a csapadék és szennyvíz elvezetés kérdésköre is, és a zöld infrastruktúra fejlesztése. Magyarország kormánya nem országos, hanem térségi szintű klímastratégiák kidolgozását támogatta, így tudott pályázati forrás nyerni Keszthely városa a helyi stratégia kidolgozására. Ez egyértelműen jó lesz a városnak, hogy ez a dokumentum elkészült, ugyanis a Keszthely város önkormányzatának és a mostani városvezetésnek a környezettudatosság az nagyon fontos szerepet játszik a programjába, tehát a környezetvédelmi, természetvédelmi kérdéseket mind szeretnék előtérbe helyezni az elkövetkezendő években, és ahhoz, hogy Keszthely város egy jó gyakorlat lehessen, ahhoz elengedhetetlen egy ilyen klímastratégia megléte. És szerintem sikerült minden olyan alap prioritást belerakni ebbe a dokumentumba, amivel mi majd sikerrel tudunk építkezni a jövőben. Schäringer Kenyeres Marcell hangsúlyozta, a jövőben megvalósuló fejlesztésekhez egy kiváló alap lesz a klímastratégia. A környezet ügyekért felelős önkormányzati képviselő is véleményezte a dokumentumot. A szakember hozzátette, augusztusban egy workshop keretében szakemberek, civilek is elmondhatták kiegészítési javaslataikat a stratégiával kapcsolatban. Pontosan ezért kerültek bele utána fontosabb pontok, amelyeket szeretnénk, hogyha prioritást élveznének ebben a klímastratégiában, mert ha megvan ez a prioritás, akkor a jövőben sikerrel tudunk rá építkezni különböző pályázatokkal esetleg, vagy pedig különböző együttműködésekkel. A stratégia rövid, illetve hosszú távú célokat fogalmaz meg egészen 2050-ig. Az alapdokumentumban ezek mellett helyzetértékelést, elemzéseket fogalmaztak meg a készítők, emellett a turizmus helyi kérdésével, a klímaváltozás térségre gyakorolt hatásaival is foglalkozik Keszthely klímastratégiája.